A Haladás újpesti dózsa mérkőzésen az újpestiek játszanak sötét mezben. 11 évvel ezelőtt már játszott MNK döntőt az újpesti dózsa és a Haladás. A szombathelyieknek akkor az ezüstérem is a kek szereplést jelentette. Most azonban vérmesebb terveik vannak. A 2-1-es vereség után megpróbálnak itthon továbbjutni a legjobb négy közé. Horváth az előre lopakodó apró termetű jobb hátvéd. Távoli veszélyes lövés. A közönség azon derül, hogy valakit a munkahelyéről keresnek itt a pályán, miközben Rostás végezheti el a szabadrúgást. Milyen jól Kutasi és a kapufa csak együttes erővel tud tisztázni. Kovács Ervin. Jó volt a legurítás is. Rostás még mindig lőhet, lő is, és megszerzi az újpesti dózsa a vezetést a második félidő 7. percében. Az újpestiek az első félidőben a széltől támogatva sem tudtak gólt szerezni. A második játékrészben szerencséjükre elállt a szél, többet is támadtak, veszélyesebben is az első percekben már a fordulás után. És Rostás egy hónapon belül az 5. gólt lövi a Haladás hálójába. A gólszerző Rostás íveli be a szögletet a 19. percben. És bizony itt van az újabb újpesti gól, szerzője Srót. Szinte meg sem mozdultak a Haladás játékosok. 2-0-ás idegenbeli vezetésével biztos továbbjutónak látszik az újpesti dózsa. Szabó aztán visszaszerezte a labdát. Ismét az újpestiek jönnek. Srót kiteszi a jobb oldalra. A Haladás feladta, dózsa viszont tovább támad. Srót előtt az újabb lehetőség, és 3-0. Másfél perccel a találkozó lefújás előtt. Szendré most már azt a luxust is megengedheti magának, hogy kijön cselezgetni a 16-oson kívülre. A közönség megtapsolja. Különös, hogy Kalapa ferencvárosi frutiárus is ezt a mérkőzést választotta, azonban a vasi zöldfehérek játékában nem sok örömet elhetett elképzelés, sőt lelkesedés nélkül játszottak, a dózsa viszont remekül szőtte támadásait. A szünetben hangosan beszélőn kérték az egyik nézőt, hogy aki elfelejtette kifizetni az 1000 forintot, több vásárolt jegyért jelentkezzen. Nos, én azon se csodálkoznék, hogyha néhányan inkább visszakövetelnék pénzüket. A Haladás egy hónapon belül harmadszor kapott ki az újpesti dózsától.